A Máté Szalkai MTK átalakított kerettel a harmadik, ötödik hely valamelyikét megcélozva vágott neki a bajnokságnak. Az első két meccset elvesztette a Siska Attila által irányított együttes, majd két győzelem következett. A folytatásban viszont nem a várakozások szerint alakultak az eredmények, így a szakosztály vezetése úgy döntött, hogy megköszöni az edző munkáját. Szezon közben a kialakult eredménytelenség miatt bekövetkezett egy edzőváltás. Az utolsó négy fordulót egy szakmai triumvirátus a jómagam vezetésével látta el. Az utolsó négy meccsen sikerült plusz 7 pontot szereznünk, pozitívvá tenni a gólkülönbségünket, és azt gondolom, és a fiúknak is ezt mondtam, hogy erre az utolsó négy meccsre lehet építeni a jövőt illetően, nem szabad, hogy elkeseredjünk, sem ők, sem mi vezetők, sem pedig a közvélemény, és egy jó erős tavasszal, remélem egy jó erős tavasszal sikerül majd a szezon elején kitűzött célok közelébe kerülni. Papik Zoltán szerint az őszi szezonban egy-egy meccsen apróságok döntöttek a pontok sorsáról. Rendkívül kiegyensúlyozott volt, ami a táblázatból is látszik. Nagyon sok az egyforma képességű csapat. Pillanatnyi forma, vagy esetleg a szerencse döntött nagyon sok meccsen, vagy pedig az, hogy kiknél voltak több rutinosabb játékosok, vagy pedig a mi példánkat véve, hogy mi még nem voltunk összeállva, nem voltunk annyira érettek, tehát ez is nagyon sokat számított csapattaktikai szinten. A Máté Szalkai MTK-nál a vezetők az év végéig szeretnék megtalálni a végleges megoldás jelentő edzőt a kispadra. A keretben nem várható jelentős változás, a játékosok tavaszra is megkapják a bizalmat. A felkészülés január közepén kezdődik, az biztos, hogy az MMTK benevezett az MLS megyei igazgatósága által kiírt nagypályás felkészülési tornára, a további programot pedig az új tréner segítségével állítják majd össze a vezetők.